felújítási munkálatok a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskolában. Az Alpár Ignác tervei alapján készült épületet 1892-ben adták át. A több mint 100 éves műemlék dísztermének restaurálása még zajlik. Ez komoly kihívást jelent a szakembereknek, hiszen eredeti tervek hiány egy archív fotó alapján próbálják helyreállítani ezt az impozáns, várostörténeti szempontból is egyedülálló teret. Sajnos nem találtunk terveket. Az intézmény mindent megtett, hogy eredeti terveket felleljen, még Nagyváradon is végeztek kutatómunkát. A Magyarországi Evangélikus Egyház levéltárában, a Műszaki Egyetemen sehol nem találtunk eredeti terveket. Egy eredeti fotónk volt, egy nagyon régi fotó, amelyből kiindultunk, és annak a mintázatát átvizsgálva, kielemezve döntött úgy a tím, a tervezői tím, hogy megpróbáljuk rekonstruálni az eredeti festést. Ahhoz, hogy azt megvalósítsuk azonban, a díszterem plafonját, tetőszerkezetét is érintő beavatkozásra volt szükség, ezért egy picit a munkálatok álltak is, mire a végleges megoldásokat megtaláltuk. Így kerül majd sor reménység szerint hamarosan az eredetihez nagyon hasonló rekonstrukciós festésre. Tervünk az, hogy 2022. december 31-én, vagy azt megelőzően már itt tudjunk karácsonyt ünnepelni. A rekonstrukciónál fontos szempont volt az is, hogy a díszterem korszerű, klimatizált, modern hang- és fénytechnikával rendelkező közösségi tér legyen. Az intézményben több beltéri ajtót is rekonstruálnak. Ezek egy része eredeti, vagyis az 1890-es években már használták. A belső munkálatok idén még folytatódnak, a tanítás rendjét azonban nem zavarja majd a felújítás. Nem tervezünk különösebb változtatást, kezdünk szeptember 1-én. Nagyon rugalmas a kivitelező is, nagyon együttműködő, tehát tényleg partnerként tekintünk egymásra, és minden iskolégényt igyekeznek figyelembe venni, és azt szerint ütemezni és eljárni. Úgy gondolom, hogy a tanulókkal nem kell költöznünk a díszterem környezetéből, meg tudjuk oldani tanteremkiváltással, esetleg órarendkészítéssel, átütemezéssel, tehát nem fogja befolyásolni a tanulóknak az előrehaladását, a tanév teljesítését, a szorgalmi időt. Így tervezzük, remélem, hogy így is lesz, így is marad. A beltéri munkálatok mellett a teljes külső homlokzat is megújul. Az átfogó beruházásra összesen mintegy 300 millió forintos egyházi forrás áll rendelkezésre. Ebből közel 60 millió forint az intézmény saját költségvetéséből származik. Az önrészre a tető helyreállítása során előállt többletkiadás miatt volt szükség.